Ezek a felvételek tavaly készültek, de hamarosan idén is elkezdődhet az almaszüret. A korábbi időjárás miatt alacsony termésmennyiség mellett is gond lehet a betakarítással, ugyanis jelentős a munkaerő hiány a mezőgazdasági ágazatban is. Rácz Imre szerint nem lehet a jelenlegi szabályokat követve egy évre előre meghatározni, hogy mennyi közfoglalkoztatásban résztvevő munkaerőre lesz szükség az ültetvényeken, ezért a gazdálkodók nem is élnek ezzel a lehetőséggel. Ez pedig hosszabb távon végzetes lehet a hazai gyümölcstermelésre. Akik csak egy lábon állnak és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak és étkezési almát állítanak elő, azok előbb-utóbb emiatt fel fogják számolni az ültetvényüket, illetve sok embertől hallom azt, hogy ilyen szálláshelyek kialakításában gondolkodnak. Egyenlőre még Ukrajnából vagy Romániából lehet ezt a munkaerőt pótolni, de hát az én azt gondolom, hogy egy nagy luxusnak számít, hogy a környező országok embereinek adunk munkát vagy munkalehetőséget, a mieinket meg a mi járulék elvonásunkból finanszírozunk. A kisebb termelőknek nem okoz gondot a munkaerőhiány, ők jellemzően már régóta összeszokott csapattal dolgoznak. Én átlagban egy olyan 7-8 fővel dolgozom betakarításkor, tehát ha nekem meg kell emelni a létszámot egy 4-5 fővel, talán meg tudom még oldani, ez inkább a nagyobb termelőknél okoz gondot. Természetesen az sem mindegy, hogy az a munkaerő az mennyire képzett, illetve mennyire van hozzászokva az a mezőgazdasági munkához, hiszen hiába szerzek én plusz 4-5 embert, akik még életükben nem láttak almafát vagy almát, nem fogok tudni velük dolgozni. A nagyobb Szabolcs megyei gazdálkodók azt mondják, az alacsony termésátlag miatt idén náluk is csak kisebb fennakadásokra lehet számítani, azonban a jobb években komoly problémákat okozhat az emberhiány. Az utóbbi 2 évben kevesebb a termés, így kevesebb munkaerő szükséges, de egy általános, tehát egy 5-600 mázsás mondjuk alma termésnél, tehát már nem tudnánk annyi munkaerőt összeszedni, hogy megfelelően betakarítsunk, mivel a étkezési almaszedés az elsődleges, és a léjarma mindig későbbre húzódik, tehát már az időjárás befolyásolja a betakarítást, és a létszám egyre kevesebb, tehát olyan emberek, akik dolgozni szeretnek, meg értenek is hozzá, tehát ezekből már kevés van. A vállalkozó azt mondja, magasabb bérrel lehetne újabb munkavállalókat szerezni, amit viszont az alma felvásárlási ára nem bír el. Emellett jelentős probléma szerinte az is, hogy a fiatalokat már egyre kevésbé érdekli a mezőgazdaság.